Palkovics László miniszter barátjához dőlnek a milliárdos állami megbízások. Ugyanis Fausz Zoltán cégei üzemeltetik a krétát, amit az általános és középiskolában használnak, illetve az egyetemeken működő Neptun oktatási szoftvert. Ezeknek a használatáért pedig az egyetemek, illetve az állam évente több milliárd forintot fizet. Palkovics miniszter szerint Fausz Zoltán üzleti sikereihez nincs köze annak, hogy ők ketten barátok. Palkovics Lászlónak most nincsen közös cége Fausz Zoltánnal, az érintett közbeszerzéseket pedig nem az általa vezetett államtitkárság kötötte, így azokra semmilyen ráhatása nem volt. Palkovics László szerint minden rendben volt ezekkel a közbeszerzésekkel.